Most voltam ebédelni az RTL vezetőséggel, olyan étlap volt, hogy 80%-át nem is értettem. Mondom, nincs valami egy grízes tészta, vagy valami, vagy valami laktató, vagy én nem tudom, szóval még a legenyhébb szó volt a hasi. Ilyen manager típusú emberek jártak oda, képzelhetik, milyen jól éreztem magamat. Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Magyarország legnézettebb show műsorát látják. Jó szórakozást kívánunk! És most az RTL Klubon Budapestről, ez az esti showder Fábri Sándorral, Kuszbert Péterrel, Luandával és a Showder Benddel. Ma este eddig róluk beszéltünk, ma este visszavágunk. Persze csak, ha szóhoz jutnak. Dobson Tibor, Sípos Jenő, Kati Attila, Molnár Péter és Kiricsi Karola. A Showder nagy szóvivő showja. Hölgyeim és uraim, az esti Showder budapesti stúdiójában már 176. alkalommal, immár 9. esztendeje, még mindig az ország egyetlen showmestere, Fábri Sándor. Nagyszerű. Megkezdjük a ma esti aktuális zavarkeltést. Ha figyelmesen nézték a múltkori adást, akkor volt, aki látta? Bizony egy-egy büfi becsusszant. Hát gyerekek, olyan rosszul voltam, a stábot nem avattam be semmibe, halálomon voltam, délelőtt semmi bajom, délután egy radikális, kiszáradásos diáré támadott meg, és azt hiszem, itt a diáréval a történteket nem is tudjuk pontosan kifejezni. Én mernék fosásról. Mernék fosásról beszélni, be kellett ennem ezt az Elvis szendvicset. Peanut butter, az Elvis szendvics, és banánkarikák vannak rávágva. Na most csak a banánt így megszimatoltam, akkor a teljes boa-boa, obo-boa már jött. A nagy brazil óriás kigyott. Ja, otthon bevettem széntablettát. Breakdown. Ugye kicsit vissza, final countdown, kicsit a féket benyomtam. Ugye hát a betyárkörteit fel sem merülheted. Tehát azt kell mondjam, hogy még kávézatszerű képleteket se tudtam felmutatni. Tehát tulajdonképpen puncivá alakultam. Tehát így át tudtam érezni, de tényleg próbáltam ilyen diszkréten, de semmi egy leheletnyi szilárd dolog nem volt. Na hát akkor ezt gondoltam, hogy karboaktivátusszal érezt meg, fékezem húszárosan, hogy a modolók közben ne kelljen 42-szer kimenni. Sikerült egy olyat csandráznom a vendégek előtt, hogy csak fekete víz jött. Ugye a szén beszínezte, és így... De az jó volt, mert az megkönnyített, megpurgált, akkor na még egy turnus. És akkor mondja Lacika, a sminkesem, kiizzadtál, Laci, hát mondom. Vagy kiizzadtál, Sanyi, hát mondom nagyon is. Na, hát szóval vannak ilyen dolgok. Lehet, hogy egyébként... Jobb ma egy Molnár, mint holnap egy horvát. Ugye nem így, mi már... Mi már annak idején mondtuk, hogy jobb ma egy Medgyesi, mint holnap egy Gyurcsány, nem hittetek. Pernahajderek, nem hittetek, de most lassan már a pofánkra fagy a vigyor, így ebben a formában. Ja, még a Kristófnak, producerünknek, aki nagyon szeret a műsorban szerepelni, mindig hosszan bevágja magát, de mondtam neki, hogy én még a Carlo Pontit egyetlen egy Fellini filmben nem láttam. Tehát az gerebézze össze a pénzt, a többit mi megcsináljuk, ugye, és szolida legyen a háttérben, de most interpretálok, mert az én leányfalusi szódásom
betett nekem egy rekesz szódát, Hungarikum, kitalálta ki, Jedlik Ányos, kérem szépen. Piarista volt, nézzék el neki, a Dinamo mellett még ezt a szódát is kitalálta, mint Hungarikum, és hát ismeretes, hogy a fröccsöt lehet ásványvízből is. Ugye de, fröccsöt nyáron, bicikli vagy vizitúrán, hűvös falusi kocsmába belépve, mezítláb belépve kell fogyasztani, már látod a vastag fröccsös poharakat, bent a nejlon kötényes, vagy viaszos vászon kötényes, csapos, zörömből, már hallod a fém fedőknek azt a kis zaját, amint ott szirmákol, részben a porcelán bilikomon, részben a bádogzaton. Hala, és utána. És ez nagyon jó akusztikailag is, tehát hallás, és a szemnek is gyönyörű, ahogy fallikus szimbólumként a szódasugár behatol a lágy bor puniba. Hát ez gyönyörű! Ez gyönyörű! Gyönyörű! Na most! Azt kérdezi az én szódásom Rák úr, Kristóf, hogy ő ellátná a sódert, kérlek szépen, szódával. Itt lenne az én asztalomon egy fes szódás üveg, és a különböző hamisított ásványvizek helyett ezt fogyasztanók. A szóra egyet. Jó, nem mond semmit, nem kell szerepelni. Jó. Köszönjük szépen, megbeszéltük. Ez jó lenne, nem? Megpróbáljuk. Mégis egy szódás üveg, egy kicsit más, ugye, mert minden showban ez a bögre, ásványvíz, gyümölcs, tehát... Mi lett volna, ha mi nyerjük az EB-t? Ukránok táviratoztak volna. Jók voltatok, stopp. Gratulálunk, stopp. Kőolaj, stopp. Földgáz, stopp. Hát most hogy nem, megint egy olyan határterületet évettünk, amelyet hát be is lehet csomagolni meg, esetleg nem teljesen. Ugye mondják, hogy hát egy havasi pásztor ugye azért él stabil házasságban, mert csak 3 hónapot van otthon, 9-et pedig fönn a havason, és hát időnként rá is rájön a szükség. Arról beszélgetnek a pásztorok, hogy hát ők a kecskével hogy bánnak el. Hogy szeretik őtet meg. Szerintem nincs annyira, csak hát ezek nem sokat beszélnek ezek a pásztorok, szóval nem tudjuk igazából ott fönn mi történik. Tehát lehet ez egész csak legenda, de talán nem is annyira. Azt mondja az egyik, hát én hátsó lábát beteszem a gumicsizmába, megkapaszkodom a szarvába, azt el vagyunk. Nagyon jó. Na te Balázs, én beteszem a saját csizmámba a lábát, mert jobban lehet feszelteni. Na te Áron, azt mondja, én megfogom a lábát, gyenge iden a hátára fordítom. Szóval igen? Azt mondja, hát én egy ilyen csókolózós fajta vagyok. Nem tudom, hallották el. Soványabb lesz a Michelin baba. Tehát ilyen problémák gyötrik az Egyesült Európát. Mindig más ideálok voltak. Hát most már várom azt, hogy a Rubens képeknél megjelennek a restaurátorok, és a hölgyekből kicsit lefaragnak, nem? De ez lehet esetleg a következő lépés. Rengeteg a BKV ellenőr, ugye? Most akarják a pénzt visszahorgászni. És a legjobb, amikor köszönnek. Jó napot kívánok. De ez azt jelenti, hogy kamma elő a bérletettek. Sőltek-e róla, Kakuk Tibor úr a BRFK gazdaságvédelmi osztályvezetőinek vérében 2,8 ezrelék alkohol találtak egy közúti ellenőrzésnél. Ez fél liter töménynek felel meg. Mennyit ihat ez az ember, ha nem vezet? Felmentették Molnár Csabát végre. Eddig a brókerügyből ő az egyetlen, aki szívott. Kulcsár Attilának már a házi őrizetét is megszüntették. De ő
elfogadott, émeítő tartalmú arab édességet, ez a korbut, pernahajder, disznó, börtönbe vele. Nem tudják, mi volt a vád? Hát ez hihetetlen. Molnár Csaba egy kiváló gazdasági rendőr, annak tűnik szimpatikus, szerintem csajszemmel is jó, nem egy ilyen alkalmas ember. Megfelelő frizurával, van eleje, hátra, közepe, elfogadott egy tollkészletet, és ezért mostanig ezen germoztak, és Kulcsán Attila meg nem érti, mi a probléma. Hát kérem szépen, ami az EB ügyet illeti, ne essünk szét, én szomorú vagyok. Én szerettem volna. Én se mozogni nem tudok, se énekelni, se focizni, de nagyon szeretek. Ugye, én voltam az egyik kapufak, ugye 7 kisláb volt a kiskapu, és egy aktatáska, és akkor én ott úgy éreztem, hogy, és mondtam otthon anyámnak, hogy megyek focizni. Menjél kisfiam, az milyen egészséges, puff! Úgyhogy ott álltam, mint kapufa, de attól még lehet, ugye? De mondjuk azért ez a bulista megközelítés. De most ez megint egy kérdés. Dolgozzuk ezt fel együtt, interaktív. Adja itt a kezét. Szóval, ez a magyar bulista szemlélet. Ezt el tudják képzelni, hogy rá volt állítva, mit tudom én, szőke szikla a törökre. És jött, és azt mondta, a török megígérte, hogy igen. Ezt el tudják képzelni, hogy egy ilyen testület előre elmondja, hogy ő mire fog szavazni. Hát én nem. Vagy akkor ott is a korrupció dominanciázik. Vagy én nem tudom, szóval nem, de ez a őrület. Na mindegy. Tulajdonképpen úgy kell a dolgot felfogni, hogy elindultunk egy versenyen, ahol bronzérmesek lettünk. Vetíteni úgy tudunk, mint a hétszentség. Ugye a magyar labdarúgó csak fekete-fehérbe szerepelt a klipbe. Ugye, tehát színes labdarúgó az a horvátoké, az már az a másik, ugye? Az Árpád kockások. Szóval őrülem. A másik azért, amire egy hangyányi Árpád kockás fasiszták azok is. Hát persze, az mind egy az egyben. Na, azok. Ez az egész prezentáció kicsit olyan volt, mint amikor valakinek ugye az iskolában nyári élmény címen fogalmazást kell írni, és beadja Jules Verne 80 nap alatt a Föld körül című regényét. Ugye nem jártam ott, de érdekes. Szóval egyszerűen Demcsák Zsuzsa se tudta megmenteni a helyzetet. Lehet, hogy éjszaka Csicsolinára át kellett volna cserélni, ugye hát mit tudjuk, mert mondták, hogy a végén fordul a kocka. Na most erről, hogy fordul a szerencse, a következő jutott az eszembe. Gyerekkorunkban minden évben jött egy vándorcirkusz Leányfalura. A vándor cirkusznál szomorúbbat, most el fogom sírni magam, előre mondom. Tehát amikor jön a bűvész, és semmi nem sikerül, és drukkol neki 150 ember, és elmegy a galam, szóval semmi. Tehát borzadályos, de olyan szép ez, ugyanakkor gyerekfejjel, olyan megható, ilyen égőfarkú kutyák, ilyen meggyőződés nélküli farkasok, kitömött elefánt, ami nem is mozog, szóval borzadály, halott fókák, szóval rettenetes az egész, és ott volt ilyen, hogy lehetett venni tombolát 1 forintért. Főnyeremény egy üveg pezsgő. És mielőtt húzták, azért mit tudom én, 20-at. Mondta, hogy 30-at. És mielőtt húzták, azt mondták, hogy van még egy tombola, de a 100 forint. És azt megvette a tanácselnök, és flottul meg is nyerte a pezsgős üveget. Tehát így fordult a szerencse, ugye? Ugye a másik, ami nekem azért nem volt szimpatikus, ugye, hogy még alig maradtunk le ebben a versenyben, már mi jön be? Mafiózók. Mondják ezek. Ugye hát az ismerik, mikor a dadogós jelentkezik tévébemondónak. És nem vették föl azt, és miért nem vettek föl azt, mert nem volt protekció. Szóval nem lehet ezt mondani. Most nem elég, hogy megkaptuk, amit megkaptunk, most még elmegyünk, azt megkérdezzük az UEFA-t, hogy mi volt a probléma. Érted? Tehát nem egyszer megyünk helybe, a lósípér, hanem noha, vász bedojtett noha már. Érted, hogy a nő már 4 éve nem lakik veled, és akkor föl elmész, hogy jól vagytok? Hogy tényleg 4 éve szándékosan nem hívsz fel? Nem tudom, szóval itt hihetetlen. Na kérem szépen, néhány titkot sikerült megtudnunk a sikertelen EB pályázatról.
A pályázatot Lampert Mónika ismertette angolul, ezért csak az ukránok értették meg. Amikor kiderült, hogy nincs elég pálya, Gyárfás Tamás bedobta, hogy leeresztett vízi uszodában lehet megrendezni a meccseket. Azt mi régen csináltuk is, ilyen kis pályás változat, mikor lement a Wasser. Platini megtalálta Budapesten ellopott emlékérmét, mert azért no man est no man, csak elkallódott Platininak a puskás érme. Dembski Gábor kijelentette, ha az UEFA nem nekünk adja a rendezés jogát, akkor a liberális főváros megrendezi az EB-t a lakosai pénzén budapesti csapatokkal. Minden mérkőzést állítólag reggel 6-kor akartak megrendezni, hogy a napkelte közvetíthesse. Wayne Rooney titokban eljött Budapestre és megpróbált átívelni a Duna felett. Nem sikerült. A kormány garancia mellett szerették volna, ha legalább egy vidéki takarékszövetkezet és pénzügyi felelősséget vállal a rendezvény. A rendezvény főszponzora Bella meghitt ragyogás. Csak annyit akart, hogy a 16-os körüli területet lecsempézni egy picit. Mi az a három kérdés, ami kocsmai verekedés előtt elhangzik? Mi van? Na, ez már csak ismétlés. Na most ugye, például, tehát hogy mondjam, nem olyan dolgot kell szervezni, ami nem megy. Szervezzünk. Ne mondjunk le, ugye a Guinness Book of Records-ban, most például majd a műsorban befogunk, nem ma, a következőkben be fogunk mutatni teljesen hülye Guinness Book of Rekordokat. Tehát például ki tud több savanyúkáposztát tenni a bal zsebébe. Tehát az a lényeg, hogy jól kitaláld. Érted? Ezt én találtam ki. Én, kézeddel, szóval ezzel az aggyal együtt élni, mint Korda Gyurinak. Szóval nehéz, szóval ezzel a tehetséggel, szóval nem, ez... Na magyarán, tehát... A gombfoci, ugye, mint azt itt bemutattuk, kérem szépen több mint 100 éves magyar találmány, és a gombfociban világszínvonalon vagyunk. Hát miért ne? Ott is lehet szponzorokat körbe rakni, csak kisebb. Úgyhogy meg lehet csinálni. Na, mit szervezünk, ha EB-t nem tudunk? Olimpiát. Nem csak nyári, télit is. Téli olimpiát, hát egy nagy dombot összehordani mégiscsak könnyebb, mint felépíteni 12 stadiont. A téli sportokban semmivel nem vagyunk rosszabbak, mint fociban. Nem beszélve hihetetlen jégkorong sikereinkről, az mi most egész jól kezd menni rejtélyes módon. Plusz téli olimpia esetén nem kell tartani a műkorcsolja huligánoktól. Hogy nem Rydberger volt? Hát ott nincs ilyen. Nem? Berohannak a pályára, anya, nem adtad meg a Rydbergert, anyád? Ott nincs. Ezt kulturáltan megnézik 5,6, nem? Meg lehet csinálni. Na most! Megrendezhetnénk továbbá a következő EB pályázat eredményhirdetését. Svéd asztalban talán még utol tudjuk érni Európát. Tehát mindegy, itt hirdessék. Rendezhetünk parafoci EB-t, ahol mi a normál csapattal indulnánk. Vagy álmodjunk nagyot. Bálnavadász verseny a Balatonon. És akkor a bálna szántódnál zátonyra fut itt. Vagy Mont Everest előtúrát a Gellért hegyen. Kleine Fische, Gute Fische. Vagy Bugász fémet. Kábel, csatorna, fedél, kresztábla és szobor kategóriában. Most kérem szépen, Esztergomban ellopták a Babic szobrot, Leányfalun szűke Pátriánban elloptak egy nőt, akivel sokszor voltam együtt kamaszkoromban, bronzból van. Hát ugye nem láttunk annyi aktot, ugye, hát tudod, 60-as évek. A 40 éve ott van, plusz elvitték az 56-os emlékművet, na mindegy. Más verseny. Keresd a rettyót. Tájékozódási futóverseny Budapesten. Hány a fog egy sóban? Nemzetközi fogszámláló verseny. Az internetre föltett Mónika sóban. Rendezhetnék Pinokio versenyt. Melyik politikus orra hosszabb?
Illetve melyiknek nő gyorsabban? 4-es metró alagút fúró verseny. 10 vakond kontra Éva fúrópajzs. Kazinci szép magyar kiejtési verseny Fekete Pákó és Győzike között. Licit verseny, vajon mekkora a legnagyobb kereszt, amelyet Anetka még a nyakába bír akasztani? Azt mondta Simonyi, az űrutas, Charles Simonyi, az is egy tüntető zászlókot vitt föl, jaj. Az is egy nacista sovniszta csöcselék. Ott fönn a űrbe, ott csöcselékezett a zászlóval, jaj. Azt mondta, az űrutazást mindenkinek ajánlom, aki meg tudja fizetni. Ugye erre van a pandan történet, ugye, hogy családunk nagy része ugye több hullámban elhagyta Magyarországot, részben 45 után, részben 56 után, és akkor Sydneyből jött haza a nagybácsi, tudod? Tehát senki nem kapott útlevelet, tehát itt éltünk beszürkítve, azt mondja, a Sydneybe jársz, nézzél be, mondom, jó van. Persze. Saját pártját is alaposan meglepte Révész Máriusz, aki azt mondta, nem logikátlan, hogy akinek több gyereke van, legyen több szavazati joga. Ugye? Hát a Klubrádióba szétszették. De van is benne valami kicsit komikus. Legjobb volt Bolgár úr, megint egy betelefonáló, megint olyat, jaj, szóval hallgassák, és nézzék. Azt nem tudom, hogy lehet, ezt viccesnek szántam, de nincs benne semmi vicc. Tehát hallgassák. Következő volt a betelefonál. Mert Bolgár úr, az 56-nak az 51. évfordulóját ugyan amiatt, a csürhe miatt nem lehetett megünnepelni, akik 56-ban is kín voltak az utcán. Mondta Bolgár úr, oh yes! Több gyerek, több szavazat. Fiúgyerek, 1+ szavazat. Jány 0-5. Aki szereti a virágot, az ugyebár rossz ember nem lehet, tövenként 1/2 szavazat. Házi állat, kutya 1 szavazat. Guppi 0,25. Tiszta ápolt, nem iszik, 3 szavazat. Büdös, de nem iszik, 1,5 szavazat. Iszik, de 3-nál több gyerek miatt, 1 szavazat. Itt a vége. Egy kedves barátom elvitte kötelező vizsgálatra a gyerekkórházba Tamara nevű gyermekét, közben pedig egy nyíltöréses gyereket hurcoltak egyik osztályról a másikra. Nem volt túl jó állapotban. Azt mondta neki, végre oda került a számítógép elé, mert addig semmit nem lehet csinálni, mert ki van ez furkászva? Na most kiderült, vettem vízidíjat, el kell mondanom, automata, flott. 300 forint egy 2 példányosat vettem, egy egyszeri. Egyszeri, jó volt, kakival is benne van minden, WC használat. De utána az orvos ír 20 percig. Nem érdekes, nyíltöréses gyereknek a következőt mondta az orvos. Anyuka, a maga gyerekét nem veszi be a gép. Hát jó van, akkor majd otthon ellát. Nem? Gyereke! Részt vettem Debrecenben, nem is Debrecenben, hülye vagyok, Nyíregyházán, nem szoktam ilyen vacsorákon részt venni, de kedves barátaim voltak, stb. Showstone, jó volt, ők mivel jöttek. Látványterítés volt. Volt Abrosz is, és elszúrva ilyen pasztillák. Mondom, milyen fain már kiszúrtam, mondom, gondoltak a büdös szájúakra, és akkor majd én rögtön a bárány borda után helyreállítom a pH értéket. Hát jó, hogy rá nem haraptam, apa. Mert ez egy ilyen már, nem tudom, van gusztusod? Várjál, letörlöm, de nem is tudom, miből van ez, te, derítsük ki. De képzeljétek, hogy jó ízűen ráharapok, tudod, úgy, ahogy a menti már kicsit meglágyul, úgy megtámadom a cukorburkád. Most nézd meg. Kiderült, hogy ez csak... De nem úgy néz ki, mint egy menti pasztulla? De te is bekaptad volna. Nem, én egyből bekaptam. Mondom, ez ingyen van, menjünk rá. Ez hasonló szörnyű élményem volt tínédzser koromban, Oxfordban. Oxfordi Székesegyház, mindenki ott van eltemetve, Milton, mit tudom én, angolok is meg vannak rendülve. Well. És ott lehet, szóval, nem részletezem, jó, akkor sallangmentesen mondom a történetet, ha megkínálni nem tudom. Egy néninek mondom, madam, your bag.
Azt hittem, hogy elvesztette a retiküljét, vagy a szatyrát, és odaadtam neki a bársony térdelő párnát. Utána ő csak úgy tudott nézni, hogy ő nem is a székesegyházban van. Tehát annyira rosszat mondtam, tehát ott leizzadtam egy helybe. Fogod? Vagy hülyén mondom? Nem lehetett érteni? Udvarias akartam lenni, ott le volt az esve. És nem tudtam, hogy az 700 éve ott van. Érted? Tehát ahhoz nem szoktak így hozzányúlni, meg az pláne nem a szagyra neki, hogy azért az elmeél az nem árt, ha van a családban. Volt nekem egy drága nagybátyám Pista bácsi, egyik szeme üveg volt, szépen dekorált tüzértiszt volt az első világháborúban. Én mindig azt hittem, hogy a szeme azért nincs, mert megkapott minden kitüntetést, és is onzaonnal erősen tüntetett, de nem. 15 év után tudtam meg, és hát ez egy ilyen tragikomikus fordulat, hogy fahasogatás közben sikerült. És akkor ott elolvadt előttem a harci hős. Pedig ő azért az volt, harci hős, milyen hülyeség, ez mint a Békön szalonna. Tehát a nagy hős. Nagy attrakció volt, mikor üvegszemét kivette, az gyerekszemmel az isteni. És akkor mosogatta, az nagyon érdekes volt. Ugye ennél az volt érdekesebb, mikor nagyfater a protézison reggel itt a vizet, ugye. Na ez, erre szeretném mondani, ezt néha beszoktuk tenni, ez azért van, hogy tehát ennél gusztusabb dolgok már nem lesznek a műsorban. Tehát fel lehet lélegezni, ezt én is émelyekbe mondom. Tehát nekem se könnyű, stb. Na nem részletezem, nálunk laktak, társbélet, stb. Van nálunk Leányfalun egy nyomóskút, mint olyan. Látom, lement a redőny neked. Nem, jó. Nyomóskút, képzeld egy nyomóskút, mint az állat, érted? Pumpáta. Na most ennek volt egy kőkifolyókája. Pista bácsi észlelte, hogy a kút és a kőkifolyóka nincs szinkronban. Hajnalok hajnalán felkelt, pajszer, csákány, ásó, a megváltó rendkívül profán kontextusú gyakori emlegetése, gyereksereg bevonása, vérverejték és fájdalom, és irgalmatlan melóval sikerült 40 centivel áttennünk ezt a körülbelül ilyen egy kőből kifaragott olyan másfél mázsás kőkifolyót. Este megjön fater, frissen fittel. Hi guys! Pista mondja, hogy hát jó munkát végeztek a gyerekek, Sanyikám, hát nem töltöttük tejtlenül a napot. Hát ezt a másfél mázsás részét odébb tettük. Igen, mondta fater, és visszafordított a kutat. Na most, akkor ezt egy életre megjegyeztem. Szóval, hogy előbb egy kicsit gondolkodni, és utána nekiesni a problémának, mint ott az anyának. Nemrégében sikerült egy hasonló esetet bemutatnom. Én, mikor még fiatal dramaturg voltam 80-as években, még vonalas telefonunk se volt. Fülkében jártam ki. De most már nekünk éjjel-nappal mobilozni kell, hogy mindig legyünk elérhetők, mert fasz. Na. Ha meg autóba mész, kell Bluetooth. Kihangosító, hogy le ne büntessenek. Igen, elég sokat autózom, akkor ráérek közben beszélgetni, néha unalmamba is. Régebben magamba beszélgettem, tehát úgy általában megyek valakivel, akkor nyomom a műsort, és nem tudja, hogy egyedül ugyanaz van. Egyetlen, hogy beleköpök a kabriótba, meg így morfondírozok magamba, hogy ne unatkozzam. Hát sokat, múltkor fél országot bejártam múlt héten például, szóval sokat megyek, tényleg unalmas. Hanem, Bluetooth. Na beépítettem egy ilyen Bluetooth-t. De halk volt. Mondom, mi az anyja? Empirikusan minden, leállok. Már marhára, akkor ha telefonomat felhangosítom, mondom, haj, menjünk rá az információs világsztrádára, felhangosan, akkor nem jó. Hát mondom, egy életem, egy halálom, a útnál Endrén van egy régi elektromos, még a Trabantomat is bikázta 78-ba, meg mindig adott kölcsön akkumulátort. Hát mondom, Józsi, te halk ez a Bluetooth! Beül, de nem találtad volna ki. Egy ilyen fajta cseppkis mikrofon van. És annak van egy ilyen díszpereme. Így beüt, azt mondja, Sanyi, így jó lesz? És elfordította a díszperemet. Mondom, Józsikám, én csak egyet kérek. Tehát
Nézd oda, 54 éves leszek, tehát, hogy mondjam, van tréningem elviselni az élet csapásait, de arra kérnélek, hogy ami történt, maradjon köztünk. Hölgyeim és uraim! Ma este rendhagyó showval készültünk, nem fogják elhinni egy igazi külön kiadással. Ma esti vendégeim a közélet legismertebb figurái, akiket munkájukból adódóan naponta láthatnak a televízió képernyőjén. Tőlünk is kapnak gyakran hideget, meleget, ez nem igaz. Ma azonban övék a színpad a Sóder nagy szóvivő showjában. Jön a katasztrófa védelem szószólója Dobson Tibor. A Vám és pénzügyőrség képviseletében Sipos Jenő. A fogyasztóvédelmi Skati Attila, a lánglovag a rettenthetetlen tűzoltó Molnár Péter, és végül, de nem utolsó sorban ígérem, minden hátsó szándék nélkül meghívtam a BKV hangját, a kombinó felelős Kiricsi Karolát. A Sóder zenei színpadán fellép a Buhera Matrix slágerével Malacka és a Tahó. És ismét lesz stand-up comedy, azaz állj ki és mondd, jön a Sóder Klub legfiatalabb humoristája, Kis Ádám. Most 176. alkalommal is Kuzbelt Péter űzi a Sóder bendet és alkalmanként Luandát, mi pedig jövünk azonnal a Design Centerrel. Vegyen részt a show felvételén, és nézze meg Fábric sztárvendégeivel élőben vágatlanul. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Ha képes vagy bármilyen speciális eszközzel vagy testrésszel sört nyitni, ne csak a barátaidat kápráztasd el. Mutasd meg tehetségedet az egész országnak, és vidd el a fődíjat, 10 karton sört. Várjuk jelentkezésedet az alábbi címeken. Esti Sóder, a nagy sörnyitó verseny. Hamarosan az RTL Klubon. Keressük az ország első számú karaoke sztárját. Ha nem mindennapi énektudással és annál is több exhibicionizmussal rendelkezel, és szeretnéd elvinni az 1 millió forintos fődíjat, várjuk jelentkezésed. Esti Sóder, a nagy karaoke bajnokság. Nem sokára itt, az RTL Klubon. Természetesen a munkatársaim már a közmondást továbbfejlesztették. Jobb ma egy gyurcsány, mint holnap egy kóka. Ezek a relatív örömök, ugye így kell élnünk. Egyébként 50 éves a Kiss. Szépen fiatalodik. De ez a Design Centerrel nem függ össze. Egy apró szolid tárgy. Tulajdonképpen egy szuprematista bikiegérnek is felfogható. Ha megnyomjuk, kódolt zsidózás. Ez egy tojásvágó. Vastagabb szivarokat is el lehet vele gyötörni. Hát ilyen kedves darab, ami úgy egyszerűen a mindennapjainkat így. És pillanatok alatt. Már is levágtuk a tetejét, szóval... Tessék? Te még a bábszínházba is beszólsz, hogy jön a boszorkány? Ez egy ugrókötél, two-in van. 990, madaras tekóba. Plusz hifi torony. De azt tegnap egy órát vártuk, hogy meginduljon benne a futófény. Ugye, mert most már el vagyunk kényeztetve, tehát ha egy ugrókötél csak zenél, futófény is kell oda. Hozzá mellékeltek egy, mondhatnám egy zenbuddhista bölcsességet, egy kis hajkút. A nem tölthető elemek nem tölthetők újra. Még egy hajkó, az újra töltető elemeket vegye ki a játékból újra töltés előtt.
Ez ilyen meki ajándék. Valami menühöz adták a hülye gyerekeknek. El lehet fordítani. Tehát akkor megy hátrafele. És olyat tesz, amit megőrülsz. Tehát felhúzod. Na most ez Abba Botond bosszúja. Ez a furrópajzs, és Abba Botond bosszúból Dembskyt faunát változtatta. Ott van rajta. Még picit? Úgy érzem, van igény. Hát a hölgyeknek, hogyha itt a tavasz ajánljuk ezt a 41-es modellt. Én most föl fogom venni, mert a következőben megint Iccának öltözöm, fölpróbáltam tegnap. Ez Virág elvtárs feleségének a cipője lehetne a tanú folytatásában. Egyébként egy radikális árredukción esett át. 4490-ről leáraszták 549-re. De Fodor Gabinak is jó lenne, nem? Tehát egy ilyen új, egy ilyen vidám környezetvédelmi cipő, nem? Tehát így a virágos mezőn így nem tűnne annyira fel. Na hát aztán ez a kis szóróajándék. Főrakod a visszapillantóra. És ezt így csinálja. És hogy jó lehet, hogy bemész a boltba, hogy nincs véletlen egy ilyen felhúzható halálfej doboló cukorka tartal, hogy van a lenne, tessék. Hát itt van, hát persze. Megkóstoljuk. Jó? Van kedve? Mióta vagytok együtt? És nem izzad a kezetek, ilyen fiatal szerelmesek, gratulálok. Ilyenkor én már egy tócsában ültem. Egész jó. Hopp! Elpattan! De az jó volt, a Dembski megint gurított egyet, nem a kombinót. Hazajött, azt mondta, Brüsszelben minden le van vajazva. Pártlap fölhívta, Népszabadság, semmi nincs levajazva. Ő azt hitte, hogy azért biztos a pénz, mert a Manust úgy hívják, hogy közlekedési biztos. De semmi nincs már megint. Hát esztendők óta szeretném bemutatni ezt a Möbius zsiráfot. Csak perecfogással lehet megfogni. Tehát egy nagyon biztos, tehát egészen hülye gyerekeknek egy nagyon biztos. Pali nagybátyám annyira sötét kisgyerek volt, később feltaláló is lett, hogy így itta a kakaót az asztalnál. És mondta neki Lojzi nagyapám, hogy fogd a fülit. Minden tovább nélkül, szóval sajnos vannak a családunkban ilyen másként kódoltak. Tehát lenyelte az órát, de láthatóvá tették. Egy plasztikai műtétben. Na, ha ez átszalad előtted, akkor gáz van. Hát itt látjuk magát a vadangyalt. Natalia Oreirot baseball sapkába. Ez is jó, ha van otthon, nem? Gyerekek, a gazdagok élete se könnyű. Amikor én Ernyed Bélát megláttam 25 évvel ezelőtt Lukas Farmerban, mondom, Béla, hát ígyunk valami édeset. Találkoztunk az Ecserin, mondom, már veszek egy lángos minden, hát Lukas nadrágban mégis, hogy gyere mögöttem, lapulj hozzám, hogy de én nem tudtam, hogy az a divat! Na most ez egy kedves barátom, én hát nem keres rosszul. Mellesleg a producerem is. Tehát mondjuk sóderenként megkeres egy ilyen nadrágra valót. Na most képzeljék el,
hogy van egy tüstig rendes ilyen pilis akárhonnan bejáró sváb takarító nője, aki már négyszer mosta ki, mert hogy hát szennyezett. Azt hitte, hogy ott az erkélynél a beszet egy kicsit, egy váci, egy nyeles beszelővel kicsit ott megigazította a házi úr, és közben összeprickolta magát. Ugye, nekem volt ilyen nadrágom számos, de abban sok munka volt. De most már a gyerek ne kölyön neki prickóni, szaggatni, ez készen megkapja a 24 ezer forint plusz áfa. Hát, szerencsétlen, négyszer men neki Domestosszal, Floraceptel, balzsamosprillel, maradt, semmi. Köszönjük szépen, ennyi volt már a Design Center. A Schöner vonal szávaszokásunkhoz szűren a képernyő alján látható. Hölgyeim és uraim, pillanatokon belül jönnek a tűz, a víz, az életveszély, a csempészet lovagjai. Jön a Schöner nagy szóvivő sója. Zenei színpadunkon egy igazi kultfilm, a Buher a Matrix főcímdalával eljön, Malacka és a Tahó. Fiatal nézőink kedvéért ma is lesz stand-up comedy, avagy állj ki és mondd itt a Schöderben. Bemutatkozik az egyik legtehetségesebb fiatal humorista, egy igazi dumagép, kíváncsi vagyok önök, mit szólnak hozzá. Jön Kis Ádám! Innen folytatjuk a szóvivőkkel, ne menjenek messzire, sehova se! Belül. Eddig már sokat kaptak. Most eljött az idő a visszavágóra. Szóvivők kontra Fábri. Mindenki, aki számít. Mindenki, aki már megkapta a magáit. A nagy szóvivő show. Az esti showder azonnal folytatódik itt az RTL Klubon. Jöjjön el a showder stúdióba, és élvezze a poénokat az első sorokból. Jegyek kaphatók a Ticket Express jegyirodákban. Keressük az ország legszebb pultos lányát. Ha a vendéglátásban dolgozol, nem mindennapi külsővel rendelkezel, és szeretnéd elvinni a fődíjat, várjuk jelentkezésed. Esti Schöder, az ország legszebb pultos lánya. Hamarosan az RTL Klubon. Sztárok. Sztorik. Fazonok. Különkiadások. Botrányhősök. Politika. Közélet. És a show folytatódik. Tabuk nélkül. Magyarország legnézettebb talkshowja. Vadonatúj részekkel. Az RTL Klubon. Van. Na most! Fejlődtek az események, a Kristóf nem csak ilyen sprickolt nadrágja van. Mondom, mi van, kifröccsent a Fanta? És nézd meg, külföldről hozza ez, még itthon nincs, hogy ilyen, minthogyha legyalázta volna magát. Ez a trend. Na, jó van. Anyám mondta, hát most örülsz, hogy most végre szerepelsz, máskor mindig szeretsz, most végre szerepelsz, hát érted. A Carlo Pontinak lett volna ilyen nadrágja, meg ilyen blúza, akkor ő is szerepelt volna. Bárjá, most nem tudok, most photo session. Az mindig lett, néha kellett ilyen plakátot csinálni, és mondták, mosolyog. Olyan arcokat tudtam csinálni, mint a harmadik végbélkúp után. Na, hoppáré! Hölgyeim és uraim, ma esti vendégeim legfontosabb feladata, minden körülmények között a hiteles tájékoztatás. Dacolnak az időjárással, küzdenek a kínai termékekkel, csempészeket üldöznek, szembenéznek a lángokkal, alkalmattán akár egymással is. Ők nem mások, mint a szóvivők. Első vendégem mindig arra törekszik, hogy a különböző katasztrófákat megelőzzük. Sajnos még neki sem mindig sikerül. A katasztrófavédelem szóvivője Dobson Tibor!
elég sok mindenben kell nyilatkoznod elég sok igen. helyen. Van-e úgy, hogy néha összegabajodsz? Tehát mindig megérkezem oda, ahova van, kell? Van. Volt olyan, amikor nem abban a stúdióban várakoztam, mondjuk, ahova kellett volna mennem, érkeznem. Ugyanis így van. Tehát ugye behívtak egyszer a televízióba, a TV2-be, és ugye az én képeimben a Róna utcai televíziós stúdió jelent meg, és meg is érkeztem este 10 órára, amikor ott már adás nincs. Na most a föllépésem határozott volt, és hát én mondtam a biztonságőröknek, én pedig adásba jöttem, mondták, hogy rendben van, várjam meg, azt nem mondták, hogy csak reggel lesz a következő. Na most én türelmesen vártam, amikor rádöbbentem, hogy egyedül vagyok a egész stúdióban, talán nem jó helyen vagyok, és onnan volt körülbelül egy 8 percem átérni a Szabadságtérre, rugalmas vezetéssel, mint gyors és gépkocsi vezető. Gyakorlatilag hát sikerült, de ez egy ilyen pontra. Gyakran okoz problémát, hogy a bejelentések nem túl egyértelműek. Nagyon sok fajta hívás kapunk egyébként, amire reagálni szükséges, de ennyi a példa... hogy hazajött az anyóson például. Hát ebben is segítünk, tehát mi ebben is segítünk, hogy hát tudunk, de van létránk, tehát végül is minden meg tudunk oldani. De volt, tehát volt több eset, ugye egyik az, amikor a tájszólásra kapcsolatban, hogy nem mindegy, hogy egy tájékoztatásban, egy rádió visszajelzésben gáz ég, vagy gaz ég. Na most, amikor ugye az illető kolléga, ugye egy gaz, egyébként gaztűznél jelezte, hogy gáz ég. Ég a ugye, gáz? És, ég a gáz, és akkor hát ugye mondták, hogy rendben van, és hát gáz, akkor mégis hát mennyi erővel, mennyi vízsugárral van a lakosság, kell a kitelepítés? Hát nem kell, mert csak a gáz ég. Na most hát gáz mégis ég. hát mekkora, milyen nagyságú a gáz? Hát mondta, hogy hát legalább olyan 2 hektárnyi. Na most hát ugye a hektárt, meg ugye a köbméter nehéz összekeverni. Hát ez 2 hát hektár még Kazasztánban is sok. A kiérkező raj jelzett vissza, hogy gyakorlatilag nem erről van szó, tehát végül is inkább lapátra van szükség, mint mondjuk vízsugára. Hát ilyen előfordul. Mi van mondjuk egy olajfolt esetén? Hát egy fáradtabb időszakomban hívott fel egyik rádió munkatársa, mely szerint optional olajfolt van a Dunán. Na most ez önmagában még nem egy vezető hír, sajnos. És hát én mondottam, hogy utána nézek. Visszahívtam, és mondtam, ténylegesen van olajfolt. Hol van? Hát mondtam, a Nyergesújfalunál van az olajfolt, ott úszik a Dunán. Kérdezte, hogy merre halad? Hát akkor kicsit... Beugratós ravasz kérdés. Akkor úgy kezdtem meghökkenni, mondtam, hogy Győrnek. Én azt hittem, hogy ő is meghökkent, nem hökkent, mert mondta, hogy rendben van, mit csinálunk mi? Hát erre csaptam le a biztosítékot, és hát mondtam, hogy se megoldjuk, hogy oldják. Mert mondom, parafa dugókkal tűzoltók, fölfűztek dugókat madzagra, ezek körbeveszik, körülfogják, erre kötelet kötnek, és kikötőbe vontatják. Ott lefölözzük, hordóba tároljuk, majd újra hasznosítjuk. Ilyenkor gyakorlatilag azt történt, hogy az ő kőkorszaki hülyeségére rosszul reagáltam. De hát nem tudtunk. Na most egyébként például, ha nem kis dugókról van szó, hanem ilyen nagyobb parafákról, akkor nekem ez olyan egész hitelesen hangozna. Hát van a megöntözött öntöző, ugye egy ismert vígjátéki fordulat, vagy burlesque fordulat. Volt rá példa, hogy a mentőt is menteni kell, tehát mondjuk esetleg téged. Részt vehettem helikopteres mentési tevékenységbe, mind a szervezés, mind a végrehajtás szintjén. Egyszer egy bemutatóra mentünk el, és én dolgom az volt, hogy mentse meg a saját fiamat, mint sérültet helikopterről kötélen. Ezt én meg is tettem, viszont leszállásnál a pilóta elmérte a magasságot, és a fiam együtt engem meghúzott a füvön, hogy a repülőtéren. Ezt az attrakciót többen látták, és azt hitték a része egyébként a mutatónak, hogy a halsen tapsoltak. Na most hát ez gyakorlatilag úgy magyaráztam, hogy otthon a feleségemnek, hogy focizni voltunk a gyerekkel, azért vagyunk tele zöld folttal, de... Jó, hogy ezt otthon embertétek diszkéten előadni, hogy micsoda most valós, hogy és gyerek azóta jól van rehabilitálódott. Tűzoltó lett! No. Most valami jubileuma volt a tűzoltóságnak, valami kerek, nem? Tehát 100 igen, vagy 101 igen, fővárosi tűzoltóságnak. Fővárosi tűzoltóságnak, és hallgattam egy nagyon érdekes rádióműsort, így vidékről hazafelé jövet, hogy nem volt még gázmaszk, ugye? És ezért alkalmaztak szakállas tűzoltókat, igen. Mert azok a füstbe tovább tudtak, mert a szakállukat komolyan, tehát felhajtották, vagy bekapták, hát ilyen humorosan hangzik, igen, de így volt, megszült, és azzal igen. Néhány percig ez szűrte a füstöt, és hát hely tudtak állni. Igen, hát nagyon igen, szépen igen. Köszönjük! Én szeretnék egy emléket, ajándékot átadni részedre. Húha, ez egy menekülő kámzsa. Na most ezt nem akkor kell fővenni a kergetnek. Március 15-én. Nem egészen, mikor a kergetnek, nem? Hanem ez akkor, hogyha valamilyen veszélyes anyag Isten ne adja lenne a levegőbe, és akkor használjuk, hogy a lakosság védelmére. Én azt kívánom, hogy sem te, sem más ezt a kámzsát soha ne használja. Hát.
nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm szépen. Te termetelni fulladsz benne. Hát ez betért kérdése, miért teszel bele? Mert tudod, én fatára csak forgószélbe permeteztem, tehát én annyi permetlevet nyaltam be, ezt mindig ezt szoktam mesélni, az borzalmas, úgyhogy lehet, hogy ez permetező életemet új megvilágításba helyezi. Sosa lehet tudni. Jó, hát nagyon köszönöm szépen, köszönjük. Következő vendégem mindennapos szemtanúja a csempészek furfangos ötleteinek, egyébként egy design center keretében már mutattunk is be ezekből. Fogadják szeretettel a Vám és pénzügyőrség szóvivőjét, Sipos Jenőt. Ti egyébként van olyan helyzet, hogy találkoztok? Szinte soha. Szinte soha. Tehát külön-külön mesdjén. Nem, ez vicc volt. Nagyon is. Vagy a helyszínen, vagy utána, amikor meg kell magyarázni, hogy ki mit rontott el mondjuk az akció során. Akkor elsősorban Tibi jön. Jó, ugye, ez nagyon érdekes volt. Ez a sok-sok névmással előadott történet. Ti üldöztök egy kamiont, amiről tudjátok, hogy cigarettacsempész, de a kamion az árokba borul is kigyullad, akkor jön Tibi. Mi ott vagyunk, mi megnézzük, hogy mi van a szállítmányban. Kiszeditek a cigit, és hát ők elhozják. Mik most a trendek? A Vám és pénzügyőrség már egy ideje a kamionokat nem csak kinyitja és átvizsgálja, hanem kamion röntgennel nézzük meg, hogy ez ne kelljen. Mióta van? Egy jó pár éve. No, jut eszembe egy történet erről, hogy kamion röntgen, ugye magyar-román határ, okmány okon, szállítmány, koporsó. Kollega nézi, hát az egyikbe foltokat látott, szólt a kollégának, hogy te figyelj, ebbe a koporsóba fekszik valaki. Jó, menjél ki, nézd meg. Nézd meg te, hát te láttad akkor. Aha, vitatkoztak hirtelen, egy pár percig, nem volt olyan lelkes a látogatás, kinyitották, hát nagy szerencséjükre nem ember volt benne, hanem tele volt rakva ékszerekkel és egyebekkel, de úgy látszott a röntgenen, hogy mintha ember formája lenne. Mert mondták is visszafelé, hogy te, ha embercsempészet lett volna, nagy bajba lettünk volna, képzeld föl a koporsóból, megkérdezi, hol vagyok, ez hegyes halom? Nem, még csak Záhonynál van. Akkor visszafekszem. Igen. Kérem szépen. Gyermekeket felhasználnak-e csempészetre? Sajnos előfordult. Ezt eltesszük most a itt szent sóvizet. Itt van ez a baba, ami ugye a gyerek mellett a hátsó ülésen békésen alszik a határátkelő helyen. Hátul kivágták, és ide a hátsó részébe rejtették el a cuccost. Ugye abból indulhattak ki, hogy elég sok elfér azért, hogyha úgy vesszük. Már nincs benne, kiszedtük. Haladjunk tovább. Haladjunk. Jött a jól öltözött, szép járású fiatalember Ferihegyen, zöld folyosó, és ugye Ferihegyen is vannak kutyáink azért, időnként megszagolják, és picit húzta a jobb lábát, föltűnt a kollégáknak, hát mondták, hogy jöjjön már félre, biztos fáj a lába, futballozott, rácsúszott a balbek, és azért nem. Kiderült, hogy a cipő sarkában elrejtették ügyesen a kis drogot. Ez most a valódi anyag, amit itt látunk? Ez nem feltétlen valódi, de úgy tűnik. Nem húzunk egy csíkot föl? Nem, utána jó. A kábítószert megsemmisítitek? Természetesen laborvizsgat, és utána megsemmisítés. De nem lenne racionálisabb mondjuk egy gyógyszergyárnak átadni? Gyerekek, hogy vigyorognak, vagy nekik? Perna hajderek! Ez nem megszervezhető. Nem megszervezhető, és a törvény értelmében ezt meg kell semmisíteni. Művészkém jelentkezett az ukrán határon, azt mondta, hogy ezt ő készítette, nagyon szép mind, és viszi a kiállításra. Meg is néztük, hogy milyen a második, harmadik kép. Hát ebbe rejtették el így a cigarettát. De találékony. Abszolút találékonyak. Hopp. Besétált. Nagy fájdalma közepette a határa, de ő is húzta a lábát, és kiderült, hogy a cigarettát rejtett el. De egyébként úgy látszik, hogy ez a mozgássérült. Gyerekek, ilyenkor nincs előszabály. Hát de szegény van, fél lábú. Szóval most hogy lehettek ilyen kegyetlenek? Hát úgy, meg hát fél lábú. Hát egy kicsit, hát nem vagy... De ha már ennyit forgolódott, már föltűnt, az volt előnyszabály többször, de amikor annyit forgolódott, nézzük már, ennyiszer kezeli az orvos, aztán megnézték, és nem az orvoshoz jött. Figyeljük. Ezt is le kell foglalni? Figyeljük, de volt egy... Milyen kegyetlen, nem? Tehát ugye a törvény értelmében, amivel csempészen legyen az protézis, nem? Okay. Valamit alátesz, ugye, akkor azt is lefoglaljuk, a műlábat. Minden. Hát rettenetes emberek vagytok, Jenő, ne haragudj. Sokszor szégyellem magam, de hát ez a dolgunk jelen pillanatban. No, kutyák állnak rendelkezésetekre, ugye? Abszolút, ügyben, és most már nem csak kábítószerkereső kutyák. És tudunk talán egy kis bemutatót is tartani. Igen, Gomez hozzám.
Hát szervusz Gábor, szervusz Gomez. Mi van? Gomez egyébként, oda néz. Mi van ott neked? Van ott neked? Leszette a szék alatt, volt egy cigi. A paszkutája. El is szívja a tündérmackó? Megsemmisíti. Erős dohányos. Mennyi idő, míg egy kutyát ilyenre betanítanak? 14 hét alaptanfolyam van. Ennyire exakt? Igen, de azért hosszú idő kell a gyakorlatban, tehát ezért kell neki idő. Tündér, és kap jutalomfalatot? Nem, neki ez a jutalom, ő ezzel most játszik, ezt megsemmisíti. Jól van, és ő hol lakik? Van rendes lakása? Hoppá, még egy kicsit játszunk el. Ő velem lakik otthon. Tehát nem egy ilyen szomorú VPOP laktanyában lakik. Hát nagyon szépen köszönjük. Mi lehet egy kamionban? Mimiko Gomez nekiáll. Kell utána egy takarító kommandó. Ez biztos. Köszönjük szépen, Sipos Jenőt látták, hallották. Következő vendégem egy olyan úriember, aki mondhatjuk nap mint nap életveszélynek van kitéve, a Pocsék Áruk Fóruma jóvoltából. Fogadják szeretettel a fogyasztóvédelem szóvivőjét, Kati Attillát. Isten hozott, szervusz, foglalj helyet. Hát kedves Attila, külön örülök, mert végül is a ti tevékenységetek érintkezik a Design Centerrel, ugye? Tehát különböző, jó, esztétikátlan tárgy ellen nem járhattok el. Tehát azért, hogy egy tárgy ronda és ízlésromboló, ezért nem emelhetitek fel a szavatokat, vagy szélső esetben igen? Önmagában ezért nem nálunk. Tehát mondjuk gyerekeknek csontváz nyalóka például, ezt nem lehet kifogásolni? Vagy ehető kaki? Vannak határesetek. Pelenkába csomagolva ehető kaki. Ilyen még a mi laboratóriumunkban nem járt. De mondjuk nem hiszem elleni van. Nyalókával már volt panasz. No, hát nézzük akkor egy-két csemegét. Hát ugye kezdjük néhány ilyen műszaki tárgyal, ugye ez már, hogyha az ízlés nézzük, bár ez egy Tiffany-nak látszó tárgy. Hát az eredeti Tiffany. Itt a legalapvetőbb érintésvédelmi szabályoknak sem felel meg ez a tárgy. Igen. Tehát nem csak azzal, tehát mint általában egy műszaki tárgy, hogyha bedobom a konnektorba. Tehát ezt megfogod, és a radiátort halál. És ez ilyenkor nektek egy vevő, egy szerencsétlen áramütött vevő, tehát szenesedő karral viszi be nektek. Áramütés okozta sérülések után nem hoznak be hozzánk ilyeneket, mert ritka az ilyen, nincsenek a boltban ezek a termékek. Ellenőreink járják a piacokat, főként, egy illetőleg a kereskedelmi eszközöket. Nem, ezeket beviszik a laboratóriumba. Van, amikor a vámhatóságtól kapjuk a riasztást. Hogy még nem csak csempészet, de üt is. Például. És akkor sőt, ha kigyullad, akkor már hárman mentek ki, igen. Teljesen kart-karba öltve. Ennek a teste, ugye ez a kis elefánt, ez már eleve gyerekjátékra hajaz, és ugyanúgy az érintésvédelmi normáknak nem felel meg. Mindenféle töréstesztek, annál is egyébként a lepkénél törésteszt is van. Basszuk oda, mi lesz? Körülbelül erre szintén van egy laboreszköz, majd egy-két ilyen labor. De ez jó! Egyébként leltárban volt ez nálunk véve, úgyhogy a... Jó! Sok fognak arra gyűrni. Hát nem, hát próbáljuk ki! Ja, most ezért téged leteremtene? Próbálom majd megoldani. Hát leltárban lesz ezentúl is, csak a Fábri showba egy kicsit megrongálódott. Hát nem olyan nagy baj, az csak nem mondtad, hogy törésteszt. Már jól alakul itt a stúdió. Erre nekünk finomabb eszközeik vannak, de egyébként az eredmény. Hát de ez a legcélra vezetőbb, nem? Ez kétségtelen. Mutatok egy olyan vasalót, aminél egy dolog hiányzik elsősorban, tehát itt egyrészt benne... Ő már felemésztette magát. Minden, ami benne ég. Tehát nem jutott el a hőközlésig, hanem a hőt, amit gerjesztett, azt magában pontosan feldolgozta. Ebből egy dolog hiányzik, a hőmérséklet korlátozó. Aztán vannak, amit a gyerekek kezében nem érdemes adni, ezek ilyen vidám kis csőrikék és ilyen kacsa családot össze lehet belőle rakni. Na most ezek például PVC játékok, és olyan lágyítóval kezelték őket pontosan azért, hogy puha és hajlékony lehet. Könnyebben nyeljen gyerek. Nem, hanem ez a lágyítóanyag, ez mérgező. Tehát ez nyállal oldódik ráadásul, tehát hogy a gyerek ezt a szájába veszi, akkor ez problémát okozhat. Igen. Én is most itt kifurcanok? Nem fognak azonnal. De ezt lehet, hogy már lenyalták, nem? Vagy például neked ezt hivatalból nem kell nekem nyalogatni?
A laboratóriumban nem nyállal oldanak, tehát arra is megvan a megfelelő eszköz. Műsort még be tudom fejezni, ez de... szinte biztos, igen. De tartós tejet már ne vegyek. Tipikus, hogy mobiltelefon alakonygyújtó nagyon sokféle volt a piacon, most már egyre kevesebb. Viszont, hogyha a gyerek elkezd vele telefonálni, és ezt nagyon kérlek, hogy nem utasd be, mert hogyha a füledhez teszed és megnyomod ezt a hívásgombot, akkor rögtön keletkezik a láng. Tehát ennek biztos, hogy azonnali tünetei lennének itt a stúdióban. De itt van. Halló, mama, segítő. Mit csinálsz? Ötönke ége. Kérlek szépen, ti például élelmiszerekkel is foglalkoztok, éttermekkel is, borhamisítással is, karöltve Jenővel. Segítjük egymást. Mondjuk ugye a leghíresebb esetek ebben a körben az ilyen túlszámlázások. Tehát valaki rendel egy üdítőt, és akkor kihoznak neki egy 40 ezer forintos számlát. Ott például nagyon érdekes a szabályozás, mert hogyha rajta van a narancsléni, hogy 40 ezer forint, azzal túl sok dolgot nem lehet kezdeni. Viszont hogyha csak és van úgy ilyen, Magyarországon ilyen étlap? Hát azért Tajföldön négyszer lepippantanak ezért az összegért. Itt plusz kapsz egy narancslevet, nem? És a pciával filccel a nő fölrajzolja a táblára, hogy welcome in Thailand, nem? Itt a vendégeket próbálják. De ezek ilyen szivatóhelyek, tehát ilyen turista, nem úgy, szóval ilyen turista szivatóhelyek. Azok. Néha mi is úgy modellezzük a fogyasztót, ezt nálunk próbafogyasztásnak, vagy próbavásárlásnak hívják. És te is jársz haludarasítva, most a TV út szerepés után már nem fogsz tudni járni ilyen próbakajálásra. Én eddig sem nagyon tudtam emiatt. Aha. Tehát... De a ismertségedet a Fábrisról az nagyságrendekkel meg fogja növelni. Tehát gyakorlatilag ez a tiramisú puszira, ez meg fog szűnni, öregem. Úgyhogy... Nem, ebből probléma nem volt. De vannak ilyen titkos munkatársaitok? De ez jó játék. Vannak. Próbavásárlók, és akkor egy ételmintát súnyít, tehát van egy kofferetek kis tégelyekkel? Az egy másik műfaj, vagy például taxi ellenőrzésnél vannak olyan munkatársak, akik ugye kiadják magukat külföldinek. Alap lehet ahhoz, ennek hogy ott fogás van. Ennek alaptörténete volt a módszerváltás után, mikor jött a szerencsétlen német, behozták a Feri repülőtérről, és márkába beszedték azt az összeget, amit forintba mutatott, mert bedumálták neki, hogy még nem állították át a német taxióra. Egyébként... Szerintem ilyen nagy és 1500 forint helyett 1500 márkát beszedtek a csávótól. Na, ez is egy verseny lehetőség. Köszönjük szépen, Kati Attilános! Keressük az ország legszebb diáklányát! Ha 18 és 26 év közötti, nem mindennapi külsővel rendelkező diáklány vagy, és szívesen elvinnéd a fődíjat, várjuk jelentkezésedet az alábbi címeken. Esti Sóder, az ország legszebb diáklánya. Hamarosan az RTL Klubon. Következő vendégem, biztosak lehetnek benne, a legforróbb helyzetből is kiment önöket. Fogadják szeretettel a fővárosi tűzoltóság szóvivőjét, Molnár Péter. Hát sajnos, Isten hozott jelenleg, szervusz, gyere! Jó estét kívánok! Ez a puszi arra vonatkozott, hogy Péterrel mi már egy autóoltásban vettünk részt, ugye? Volt alkalmunk hát tömlőt használni. Neked mindig sikerül a tömlővel? Hát egy elég érdekes dolog, egy viszonylag nagy átmérőjű tömlőről beszélünk, és helyenként 10-15 bár nyomással közlekedik benne a víz. Addig nincs is baj, amíg benne közlekedik, és irányítottan lehet használni ezeket. De egy alkalommal a második kerületben télen mínusz 12-13 fok lehetett, és hát a fenekem alatt egyszerűen szétrobbant ez a nagy nyomású tömlő. Egy ilyen jacuzzi élmény. Hát nem kaptam röhögő görcsöt, maradjunk ennyivel. De volt hasonló eset, a 8. kerületben egy bútorraktár tüzét oltották kollégáim, és akkor ott ilyen 18 bár nyomás körül volt a tömlőbe. Elszakadt a tömlő, és elkezdett csapkodni egy 3-4 méteres rész a tömlőből. Hát ott akkor mindenki... meg tud, milyen a hétfejű sárkány. Igen, mindenki félreugrált, tehát minden vizes. De tudom, mert ez még slaggal is durva tud lenni. Az a kerti csapról szerelt sugár, jó? Tehát, hogy konkrétnak legyünk. Természetesen, sőt, én is tudok ilyeneket mondani. Kélek szépen, mikor 30 évvel ezelőtt kaptam a tanácsról egy papírt, hogy értesültünk róla, hogy ön a területén vízi műtárgyat épít. Mondom, mi? Szóval ez volt az emésztő. Ez volt az emésztő gödör. De ez vízi műtárgyat, tehát én 3 napig nem aludtam, hogy ez mi lehet, libikóka, vagy mit, mi a hát őrület. Akik vannak ilyenek. Mondom, egy ilyen 4 méteres szál csapkodott ott jobbra-balra, hát mondom, senki ne sérüljön meg ne ázzon el ott senki, hát ráugrottam a kígyóra. És hát azért ezt nem a mókusok hordták ide, ugye, tehát azért csak 90 kiló vagyok,
de hát ezzel a 4 méteres tömlő véggel, meg a 18 bár nyomással úgy egy ilyen beugró részbe, ami ilyen 5x5-ös beugró rész, ott úgy faltól falig elkezdett csapkodni ez a történet, így a kígyóval ott ment a harc. Persze mondom seki, hogy a kollégáim azonnal szarrá röhögték magukat, tehát ez kétségek. Mert hát a kollégialitás first. Természetesen. Igen. Tehát véletlenül se jutott volna egyik, hát de arra, hogy egyébként most, zárjuk most, el a vizet. Most valószínűleg én is beszartam volna a röhögéstől. Tehát az, hogy egy cső végén fickádozik egy 90 kilós ember gyakorlatilag. Na én nem a röhögéstől szartam. Na gondolom. Ja, igen? Tehát ráadásul ugye ez a rész, ez a viszonylag zárt rész egy mélyebben fekvő rész volt, tehát mint egy perc lefolyás alatt egy 40 centis vízben ment ugyanez a harc. De az lassan könnyebb, hogyha megtelik, nem? Igen, csak ahol már bohának hívtuk. És mi lett a vége a történetnek? Elzárták a vizet, csak előbb kirőlték magukat. Azért valami kollégáddal esett meg egy ilyen érdekes, néha ugye be kell hatolnod különböző pincébe, padlásba, ajtóknak neki kell veselkednetek. Kedves Henrik barátommal történt, a belvárosi tűzőrségen dolgozik. Kaptak egy riasztást egy pincetűzhöz belvárosba, és hát mikor kiérkeztek, akkor a belső udvaron már hömpölygött ki a pincéből a füst vastagon, a lejáróból. Elindulnak lefelé, és hát megy a tapogatás, ugye, mert hát semmit nem lehet látni. És akkor talán kilincs, ajtó, dönget, döng az egész, fémből van, törd be Henrik, jó, Henrik, lép kettőt hátra, neki, leugrik róla. Na hát Henrik, neki veselkedett, pedig ő már akkor is olyan 110 kiló körül mozgott, lepattant az ajtóról. Na még egyszer, megint lepattant, na még egyszer, megint lepattant. Jó, néznek körül a fiúk, hát kiderült, hogy a vasajtó neki volt támasztva a falnak, és mellette meg ott volt a bejárat. Szegénye, borzasztó! Azt hiszem, hogy akik folyamatos szolgálatban vannak, a alvási szokásaik azok, tehát mindig tulajdonképpen sose alusztok rendesen. Ugye Pavlov ezt ugye egész jól illusztrálta annak idején. Tehát ugye úgy történik a riasztás, hogy van egy lámpa, egy piros csíkkal áthúzva, amikor az felkapcsolódik, akkor ugye mindenki föleszmél. De hát ugye ez a reflex kialakul az emberben, hogy bármilyen mélyen alszik, ha felkapcsolódik a lámpa, akkor ugrás van és figyel az ember, hogy mi van. Na most egy ilyen kollégánkkal jártunk úgy, hogy egy panel lakásban laktak, ami ráadásul olyan U alakú volt, tehát az ő hálószobájuk az szembe volt a konyhájukkal. És éjszaka jót szúnyókágatott, és a felesége kineszelt ugye a konyhába, főkapcsolt a villanyt, jött a reflex, fölugrott, és ugye a radiátor csomóan így. Nagyon szépen köszönjük Molnár Péternek! Kettő dolog. De ők már voltak itt egyszer egy kamaraváltozatban. Én ezt többször javasoltam, hogy jönnénk mi ide, de nem. Hát na jövünk, Florian Bend. Florian Bend, az a zenekar. Ez a következő zenei vendégünk, Florian Bend. És készültem egy rögtönzött tűzoltási bemutatóval. Ó, a 700-át! Köszönjük szépen, Molnár Pétert látták, hallották, következő vendége fiatalkora ellenére nagy tekintélynek örvend, hiszen egyedül utazhat a kombinon. Tartanak tőle a blitzelők és játszik ügyességgel kezeli a legváratlanabb sajtótájékoztatókat is. Fogadják szeretettel Kiricsi Karolát, a BKV szóvivőjét. Kedves Karola, hogyan kerültél ebbe a pozícióba? Nehezen, már régen. Ja, már kisgyermekkorodtól BKV szóvivő akartál lenni. Nem teljesen. Tehát így fújtad a griszt a falra, hogy mama, én BKV, nyilván nem. Volt egy olyan eset, hogy volt bérletem, volt diákigazolványom, minden. Mindig minden volt? Nem jártál a dolog árnyékos oldalán? Az árnyékos oldal az volt, amikor hiányzott a fél év érvényesítő kis ragacs. Egy haverom évekig azt hittem, amikor jönnek az ellenőrök, hogy azt meg, hogy legyetek bélbetegek. Közben jegyeket, bérleteket, de mindegy, hülyesség. Mikor érezted, hogy benne vagy a mély vízben? A mély víz az volt, amikor egy olyan sajtótájékoztató volt, ami egy munkagödörben volt gyakorlatilag. Milyen munkagödör lehetett ez? Hát egy olyan munkagödör jelen. Mivel függött ez össze? Egy híres építkezés. Egy híres nagy kiemelt építkezés, amiből még egy centiméter sincs.
Legalább. Mert akkor tudjuk. 5 méter. Már 25 méter. Hú! Nehogy túlfúrják magukat, öregem. Hát. Én komolyan én. Feltörögnek, aztán kijönnek kis tárcsánára, nem tudom, mi lesz itt. Na mindegy. Azt én azért mindenképpen ajánlom, hogyha egy sikeres pályafutást szeretnél, akkor metró és kombinó ügyben itt résen kell lenni. Tehát ugye most jön a kánikula, ugye nincs benne légkondi, tehát azt hiszem itt mind a katasztrófa védelemnek, mind a tűzoltóságnak, mind nem tudom, a mentőszolvívét is hívtok, nem tudom, neki is lesz dolga. Előtte dolgoztál-e már másút, vagy pedig directly a jogi egyetemről lendültél ide? Még a jogi egyetem alatt pincérkedtem egy belvárosi kávézóban. Két kókusz imádó hölgyel hozott össze a sors. Kókusz? Valami kókusz találkozó, nemzetközi kókusz találkozóról jöttek, és úgy gondoltam... Nemzetközi kókusz találkozó? Hát én oda szom a másik lámpát. Hát ugye, bocsánat, hát ez nemzetközi kókusz találkozó? Gondolkodtam azon, hogy hát hogyan támogathatnám ezt az ügyletet, és két pinyakoládát kivittem nekik. Próbáltam úgy eladni a dolgot. És a pinyakoládában van kókusz, ez azért? Hát hogy nem? Én nem vagyok koktélfogyasztó. Nagyon jól hangzik. Igen. Ez a pinyakoláda, de azért nem kell rögtön meginni. Igen, és akkor próbálta így kókuszfronton ápolni a dolgokat? Igen, de hát természetesen ez egy galérián helyezkedett el, utolsó lépcsőfoknál így. Ilyen, igen, és csang. És igen. De egyébként... a hölgyek azt gondolták, hogy ez a show része, úgyhogy abszolút nem voltak még. Ja, azt hitték, hogy a kókusz show. Igen. No, hogyan sikerült a kombinó tesztelése? Ezt most mondom mi minden prekoncepció nélkül. Tehát nagyon szép, hosszú, tényleg... Volt egy olyan eset, amikor varsói delegáció jött, ők is szeretnének kombinót, és hát azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt az egész kapcsolatot erősíteni, és hát van rengeteg... Hát ha lengyel-magyar barátságot akar erősíteni, akkor tudja, mi a hazafias kötelessége. Közlési vágyam volt, mindenképpen első helyre szerettem volna tenni a Polák-Venger Dvábratánki, a lengyel-magyar két jó barát című mondást. És hát amikor az első megállóhoz érkeztünk, ahol feltételezéseim szerint nem kellett volna megállni a kombinónak, na akkor állt meg, és amikor a Bratánkinál tartottam, akkor így az egész 60 fős delegáció nyakába bele. Jó, hát most izgatottan várjuk a nyarat, ugye, mert ez a nedvesedés, ugye, amire már nem lehetett az ajtót kinyitni, pedig nem is volt hó, tehát csak semmi, ami a pálma gumisarokról egy pici valami lejött, de a szénkeféket ez már megzavarta. Köszönjük szépen, csókolom a kezedet, nagyon szépen köszönöm. Kiricsi Karolát hallottuk. Igen? Na hoppá, hoppá, van még valami kis. Ó! Egy kerékpáros póló. Na, nagyon helyes. Meg a nagyon helyes. Most 50 000 bringás volt. Múlt előtti hétvégén voltam Bécsben, hogy a közösségi közlekedésről és a kerékpározásról forgassak egy kis dokumentumot. Hát én magyarul, én Budapesten nem mernék biciklizni, na, szóval csak hogy én majdnem elcsapok 2-3 per nap. Tehát ebből el tudom képzelni, hogy milyen lett a barikád túlsoldala, mert se megőrülsz. Hát mint a rakpartról jössz föl, akkor ott figyelsz a villamosra, figyelsz az autósorra, de előtte kell figyelni a cangára is, plusz a balról feljövő, hát síkideg vagyok. Nagyon szépen köszönöm, és éljenek a cangások. Köszönjük szépen Kiricsi Karolának, a BKV szóvivőjének, maradjanak velünk, azonnal folytatjuk. Orszőrömet is megnyírtam, úgy felkészültem. Hajas Lacitól kaptam ilyen digitális orszőrnyírót, és fület is, csak ott nem mindig látom, tehát jó fénybe kell tenni, és, és most az összes haveromat rábeszélem orszőrnyíróra, mert egyetemi professzor barátaim is vannak, és a cserpákból olyan erdő lóg ki, hogy belelóg a beteg tüdejébe, amit operál, és mondtam, hát egyetemi tanár vagy apám, hát nem lehet ilyen erdővel és ilyen bozonttal indulni. Hölgyeim és uraim, amint ígértük, ma este is lesz stand-up comedy, magyarán szólva
állj ki és mesélj! Bemutatjuk önöknek a műfaj egyik legfiatalabb humoristáját, akivel minden bizonnyal a jövőben még sokat fognak találkozni. A Sóder színpadán Kis Ádám! Hölgyeim és uraim! Az Esti Sóder stand-up színpadán ez a Sóder Club a jövő sztárjaival. Fogadják szeretettel Kis Ádám! Köszöntök szépen mindenkit, köszönöm szépen. Hát ez a legideálisabb helyszín stand-up comedy-re, azt szokták mondani. Egyszer engem elhívtak egy bárba, ez már gyanús volt, fel kellene lépni. A bejáratnál, nem ruhába, testfestésben, négy ekkora mellűnő várt, hogy hát itt lenne a produkció. Mondom, ez remek, de tudunk valamit? Azt mondja, lesz egy műsorszám, leszel te, műsorszám megint te. Nem eresztem bőlére, két csaj, 20 perc újastály... egymást egy színpadon, majd Kis Ádám. Hát ott legyél vicces. Ott legyél vicces, csak egy 60 álló ember tényleg. 3 percig küzdködtem, és bekiabál egy 50-ös öreg úr, vetkőz! Aktuális hírei következnek, ahogy a világot látom. Bulvárhír, minap olvastam, Görög Zita lefogyott 20 kilót. Kit érdekel? Mikor hízott meg? Ja, szült! 18 kilós a gyerek? Kérdem én. De ha én információt kapok, én negatív információkat is szeretnék kapni. Ilyen címlapokat szeretnék. Lagzi Lajcsi egész éjszaka fosott. Tehát, hogy jöjjön át ez is! El is kell! Paudis Béla felszedett 25 dekát, vagy valamilyen. Hallottam a tévében, ilyen nyereményjáték, azt mondta a műsorvezető, ha most ön betelefonál, nyerhet egy csokoládé pakolással egybekötött wellness hétvégét. Elképzeltem jelen gazdasági helyzetben ez hogy megy, Kis Ádám Magyarország betelefonál, megnyerem, elvisznek Zalakarossal, négyen gyúrják a hátamat, 20 perc múlva benyit egy munkatárs, jó napot kívánok, megérkezett a két kamion belga csoki, ki kéne pakolni, de kurva gyorsan. Tűzött az autópályán, Szilveszterkor jövök haza, tejköd, semmit nem látok, tej, 20-szal így döcögök, 3 órája, a messzi távolban egy piros fény. Hát gondoltam, valami baleset van, vagy tűzoltó, vagy rendőr, odaérek, üzenőfal, mint az igen, mi van kiírva, köd! Jó lesz vigyázni! Autópályára jut eszembe, lesz a motorosoknak is autópálya matrica. Hova ragasztja a szerencsétlen Pexire? Ha kétszer lemegy Balatonfüredre, az betelt az egész. Nem értem. Jön a Rolling Stones, itt jut eszembe. Van Lánchíd rádiónk. Hallotta már valaki? Én először azt hittem, csak a Lánchídon lehet fogni. Tehát, hogy az ekkora lenne, hogy mész a körforgónál, bekanyarolt, on change my heart, és vége. Tehát, nincs tovább. Jön a Rolling Stones. Azt mondják, amikor kis koncert van, nem lehet megnyitni a felső karé, gyerekek, életveszélyes. Jön a Rolling Stones, gyerekek, nyissuk meg! Tényleg. Nyissuk meg, jön a Rolling Stones. Én már nem fogom őket még egyszer látni, valószínű annyira öregek, én annak is örülnék, ha július 20-ig elélnének. Tehát, hogy akkor megérkeznének, de mindegy, hát. Az EB-ről egy mondat, biztos információból, nem nyertük meg az EB-t, ezt mindenki tudja, biztos információból tudom, a 2008-as Magyar Bajnokságot mi rendezzük. Az a milyen. 4-es metró. Ha olyan már, mint a feltámadás. Tehát, hogy így beszélik. Vannak emberek, akik így... Hallottátok? Lesz valami ilyesmi. 4-es metró. Dempsey Gábor, hát egy szóban össze tudná foglalni a város jelenlegi helyzetét. Feltúrtuk. Kész. Tudják, hogy hívják a fúró pajzsot BKV szakzsargonnal? Lyukasztó. Ezt én találtam ki. Mindegy, bedolgozok a produkcióba, mondhatom, hogy hazai pályán vagyok picit. Volt karácsonykor egy céges partink, erről egy-két kulisszatitkot megosztanék, tehát hogy találkozásaim sztárokkal. Én erre a céges partira jó hangulatba érkeztem, ez 6 ajszert jelent. Van egy különleges italom, amit én fogyasztok, Diesel, ez a neve, nem tudom ki ismeri, kóla sör összeöntve.
Megérkeztem a bulira, azonnal kértem egy dízelt, a messzi távolban megláttam Sóbert Norbertet, megfogta Réka a hasamat, azt mondja, van itt zsír? Hát mondom, őt ki kérdezte? Norbihoz jöttem. Azt mondta Norbi, ez a legrosszabb kombináció, amiről valaha hallottam. Hát mondom, haver, lehet, hogy te fogsz forgolódni éjszaka, én biztos, hogy nem. Megláttam Zalatnai Cinit, mondtam, pénztárcára, eszágra azért figyeljünk, tehát sose lehet tudni, érted? És ott volt a barátja Delusa Johnny, neki csak annyit mondtam, Nikápe Szeri Menó. A csávó 40 éve ezzel a mondattal élt, tényleg, tehát ez zseniális. A buli végén elkezdtem beszélgetni Pálfi Istvánnal, MTV híradós, és egy olyan 3 perce beszélgetünk, rájött, hogy én ilyen humor vonalon mozgok. Azt mondja, olyan fáradt vagyok, nem mondaná egy viccet? Hát az úgy útépítőnek sem mondják, hogy gyorsan egy 4 méter autópályát ide. Mondom, csak úgy tudtam visszavágni, nem tudok viccet mondani, de nem láttam ma a híradót, Pálfi úr, mondaná egy hírt. És szegény ember ott küzd, hogy Miskolcon egy kórházat, irám néz, két ember utazik a vonaton. Tehát nincsen hír, nincsen vicc, kész. Így alakult a karácsony, én karácsonykor duplán szívok, mert Ádám és december 24, tehát egy napon van a névnap és a karácsony, ez feldolgozhatatlan. Tehát olyan, mintha egy napon lenne a temetésed és az esküvőd. Tehát, hogy bárkit felhívok, megiszunk egy sört névnap, hogy hülye vagy, szent teste azért. És jönnek a messziről nem látott rokonok, egy nagy ajándékot vettünk Ádámka. Névnap, karácsony! Elképzelni nem tudom, milyen egy névnap karácsonyfa nélkül. Nem tudom. Milyen egy karácsony névnap nélkül, nem tudom. Mondtam anyának, anya, könyörgöm, egyszer nyáron tartsuk már meg a névnapomat. Azt mondta anya, jól van kisfiam, legyen neked karácsony. Csak azt ne. Magamról akkor néhány szót. Külkereskedelmi főiskolára járok, hát 4. éves vagyok, probléma annyi, hogy 3 éves a főiskola, tehát... Van egy kis desszert íze, mert ők már annyira kiszeretnének rúgni, meg annyira ott szeretnék megmaradni. Na most volt egyszer, 6-szor megbuktam matematika szigorlaton, és azt mondták, Ádámka, elfogytak a lehetőségek, nincs tovább. Vagy írsz egy dékáni méltányossági engedélyt, és akkor az igazgató úr elolvassa, talán elmehetsz még egyszer. Én egy olyan szívhez szóló, 4 oldalas levelet írtam, hogy egy zsepit így oda tűztem a végén, ha nehogy Isten elérzékenyülne a dékán úr. Oda tűztem. Annyit mondanék, 56 Trianon benne volt a levélben. Vízeres a lábam, vizes a tüdőm, csak mehessek még egyszer. Anyukám kiabál a konyhából, írd bele, hogy én meg iszok és nyerőgépezek. Kösz, anya! Hát szociális helyzet alól tekintettel elmertem még egyszer. 51 ponttól 2-es, 51 pontom lett. Hát konfettizápor, tűzjáték, minden volt a matek tanszéken, tehát Ádámkának sikerült. Volt egy olyan feladat, A-tól G pontig így be kellett helyezni a koordinátorrendszerbe a pontokat. 400 ember előtt felólít egy kis hölgy. Tanár úr, nincs meg a G pontom. Tanár úr, enyhén emelt egyet az acskón. Hát, vizsga végén megkeressük tényleg. Tehát nem tartozik a maradék 399 emberre. Egyébként ez az első olyan oktatási intézmény életem során, ahol nem köszönöm vissza családtagom, mert én tanárgyerek vagyok. De annyira durván apa, anya, mindenki tanár. Annyival súlyosbították a helyzetet, a saját anyám volt a történelem tanárom gimiben 4 évig. Tesóm azért tanult pszichológusnak, hogy én ezt fel tudjam dolgozni. Ez így van. Lediplomázott, sikerrel túl vagyunk a problémán. Az, hogy anyával kezdődik a töri óra, ez így vicces egy szempontból. Tehát az, hogy úgy jelentkeztem, hogy anya, azt az osztály szeptemberbe feldolgozta tényleg. Tehát ezzel nem volt gond. Hát otthon persze tanárnőnek hívtam, de ez már a mi dolgunk. Elmegyek iskolába, mint egy ember, hátizsák a hátamon, osztálytársak az ajtóba, megállítanak 18-an. Álljál meg, itt van anyukád. Írunk? Nem tudom, meg apád hol dolgozik? Azt mondja, a MÁV-nál. Na, Füzesabony felé mikor van csatlakozás? Nem tudta. Kész. Egyszer szemét voltam, elloptam a témazáró kérdéseket.
A csoport 5 kérdés, B csoport 5 kérdés. 100 forint elutam darabját. Tehát 3-88-ig így a terembe, terem előtt. Tanárgyerek nagyon néz, van nála valami. Ezt mondanám, van nála valami. Hát 4,97 lett az osztályátlan. Anya nem hülye. Én meg feltűnően gazdag lettem otthon. Tehát így. Onnantól kezdve úgy írtunk témazárót, hogy a helyszínen lett kitalálva a kérdés, és Ádám Kára emlékeztünk jó hangulatban. Köszönjük, köszönjük. Egyszer matek órán, még mindig gimibe vagyunk, 40 percig stand-upoltam a táblánál, csak akkor még nem így hívtam. Teleírtam az egész táblát, tanárnő azt mondta, ügyes vagy, üljél le. Tanárnő, hát 40 percig küszködök, egy erőset hakniztam, mondhatnánk, egy 5-ös, kielégítene. Azt mondja a tanárnő, majd kielégítelek én egy karóval. Nem kell a balhé, én tudom mi az a karó. Nekünk van pincénk Tokajhegy alján, csak nagyapa az egyetlen termelő és fogyasztó. És itt be is zárult a kör. Nem jut ki bor. Ahogy Baló György mondaná, 100%-os a feldolgozottság, de tényleg. Köszönöm. Nagyapáról egy gondolat, a mai napig váltig állítja, Karamella nyerte a Megasztár fiam. Nem kötekszem. Karamella volt az, kész. Gimiben még mindig visszaugranék egy picit. Volt két hülye osztálytársam, Gál Peti és Rácz Gabi. Ők az első padba ültek, és folyamatosan szivatták egymást. De 4 éven át folyamatosan, és is trigulázva ment, hogy ki szivat jobban kit. A kedvenc történetemet elmondanám. Peti kiállt a táblához felelni földrajzból. Rácz Gabi a padból súgott neki, jó szándékkal, de rosszat. Tehát ez a legszebb, hogy Peti úgy bízik. Volt még Bulgária volt még, meg Románia, meg Lambéria. Nem volt természetes tanárnő mosolya azért. Legkeményebb találkozása Gál Petinek és osztályfőnöknek nyelvtanórán esett meg, és most picit vulgáris leszek, de megköveteli a történet. Második osztály gimnázium. Azt mondja osztályfőnök, mondj egy megszemélyesítést, fiam. Peti feláll, meg az áram. De ezzel a hatásszünettel, és mi 30-an nem tudtuk, hogy most lehet-e röhögni, vagy nem lehet, vagy ilyen komi van, és ebben nem ez a vicc, tanárnő fanatizmusa. Azt mondja a tanárnő, nyelvtanilag helyes. Kész. Van egy autóm, igazi survivor az életem, mondhatjuk, mert egy jugóskáláról beszélünk most, tehát autó, hát jugóskála, 100 000 forintért vásároltam, beceneve Jézus, várjál, 3 nap kell neki még feltámad, de ha feltámad, röpül, mint a sóhaj. Küzdök a Hungárián, erősen, szomszéd sávba, 7-es BMW, nagyon fekete BMW, fehér úriemberre. Nem indexel, csak így ő átjön, érted? Hát minek egy 20 milliós autón indexelni? Mi úgy megijedtünk Jézuskával, hogy ő ezt hogy gondolja, hogy annyira felhevültem, hogy kikiabáltam az ablakon, menj már innen a szaroddal. És így leesett. Hát annyira komolytalan volt a csávó, is elrögte magát, tehát laza 23 millió van a két autó között. De az a 2 másodperc, amíg elmosolyodott, addig elindult a meleg húgy a lábam szárán. Meghaltam, újjászülettem. Én autóba többet nem ülök. Jézus eladó. Tehát, ha ennél jobb helyre közé se tehetném lényegében. Rajta vagyunk az interneten is. És hát ilyen szombat és vasárnap 4:30 és 5 között hívogatnak. Hát 150 éves emberek. De annyira korán reggel, hogy én akkor még nem tudok kommunikálni. És így csörög a telefon és felveszem, jó napot kívánok, autó után érdeklődnék. Azt szeretném megkérdezni, hogy az alja milyen. Hát mondom, van neki. Tehát, hogy így korán reggel ezt nem tudnám megmondani, mert a fiam nekem itt kinyomtatta a internetet. Bácsinál már ki volt nyomtatva az internet. Kész, mondom, én nem is kötekszek tovább. Hát segítséget nyújtanék az ilyeneknek. SOS, bajban van a magyar foci, és hogy hívják a főnököt? Reszeli SOS István. Hát ennél szebb nincs a világon.
Haveromat kérdeztük, minek a rövidítése SOS, azt mondta, segítség, ó, segítség. Tehát érezzük át, érezzük át. Anyukám nem csak történelem, de német tanár is. Van német táskája. Hát annál nincs viccesebb a világon. Tehát amikor hazajön, anya, és szomorú vagyok, add ide a német táskát, tényleg. Tehát olyan kezdő német dolgozatok vannak benne, sírva röhögök 3 hétig. Tehát első feladat, kezdő német dolgozatról beszélünk, helyettesítse be a 3 névelő közül az egyiket. Der, die, oder, das. Az oder az a vagy, az angolosoknak mondom, első bejtesítés, oder is. Kész. Megoldja, megoldja, érted? Hát arra ki sem térek, wie alt bist du, mondatfordítás, hogy vagy öreg, erre ki sem térek, erre ki sem térek. Mondatfordítás, le van írva németül, írd alá magyarul, ich lade Silvia ein. Meghívom Szilviát, mert ein lade megkérni csak így külön válik. Mit ír le a magyar csávó? Ich lade Silvia ein, van egy láda Silvám. Hát ennél... Láda, láda, Silvia, Silva, ein, egy, kész. 2006 Magyarország, fekszek a hajdúszoboszlói strandfürdőn, most mindenki kapaszkodjon bele valakibe. Azt mondta a hangos bemondó, Achtung, Achtung, elveszett egy német kisfiú. Megmagyarázhatatlan, tehát Magyarország, tényleg, mi gyullad ki? A vízágyú, annyira szép, Magyarország. És milyenek a magyar fiatalok? Leesett? A poéna, hogy Bödöcs mondaná. Luanda, jól vagy? Fontos azért, még szükség van rád. Egy szórakozó helyen ráfordulok egy hölgyre, ismerkedés céljából. Szia, iszol valamit? Azt mondja, nem iszok semmit. Már úgy be vagyok baszcsizva. Hát ezt én nem ismerem. Be van baszcsizva, érted? Be van baszcsizva. Az, hogy én a fütyülős baraszpálinkát fütyinek rövidítem, az még oké. Okay. Átadnám a barátom legnagyobb csajozós dumáját, és megköszönöm a figyelmet. Szórakozó helyen oda ment a hölgyhöz. Szia! Lefeküdnél velem 10 000-ért? Hülye vagy, mit képzelsz magadról? Mire a haverom? Kár, kellett volna a pénz. Gratulálok, hajrá! Most némi kis reklámot iktatunk be, és utána következik Malacka és a Tahó. Kis Ádám, még egyszer köszönöm!